Az egészséges élet a kutyánál is hasonló tartalmú kifejezés, mint embernél. Tehát ebben nem nagyon van különbség. Fontos a sok mozgás, legyen a kutya edzett, legyen a kutya izmos, legyen ellenálló. Sokat próbáljunk meg szabad levegőn tartózkodni a kutyánkkal együtt, hiszen erre nekik nagy igényük van, és tegyük zárójelbe az embernek is. Figyeljünk az etetésére, ne legyen túlsavány a kutya, de ne is hizlaljuk el, ez utóbbi sokkal gyakoribb, mint az előbbi. Az előbbiek, a túlsovány kutya általában az két a életet élő, maguk önmagukkal is nagyon igényesek, és nagyon igényesen föllépő emberek, akik, akik önmaguk is rendkívül... Aszkétikusak. Ezeknél szokott a kutya is nagyon soványon kinézni, de általánosságban az elmondható, hogy a kutyáknak a 70-75-80%-a valamilyen szinten túl van etetve és el van hízlalva. Figyeljünk az etetésnél az, éle, az ételnek, az eleségnek a minőségére. Ne legyen ne, legy, ne adhassunk alkalmat az etetéssel kapcsolatosan a hiánybetegségek kialakulására. A kistestű kutyák érzékenyek a telítetlen zsírsavok hiányára, de egyéb mikroelemek hiányára is, és még akár az A-vitamin hiányra is. Legyen benne minden, ami az életfenntartáshoz szükséges, de figyeljük, hogy van-e valami változás e tekintetben. Ha az életkörülmények, a mozgás, szabadsága a kutyának változik, ehhez rögtön és azonnal próbáljuk meg a tápot is hozzáigazítani, hogy ne legyen so túl sovány illetve nehízzon el a kutya. Változtassunk tehát az összetételén az élettani állapot változáson túlmenően a mozgás alapján is a, a kutyának. Foglalkozzunk vele sokat, amennyi csak lehetséges. Próbáljunk meg több időt tölteni vele. Mert a kutya erre kifejezetten nagy igényt mutat, és nagyon hálás, hogyha sok időt tudunk eltölteni. Minél több időt töltünk el a kutyával együtt, annál szorosabb kontaktust tud kialakulni az ember és a kutya között, amely kifejezetten gyönyörűségére is szolgálhat a kutyatartásnak. Ha sokat játszunk a kutyával, és feladatokat találunk ki, Együtt élünk vele a szónak a szoros értelmében. Ez egy élénk agyműködést feltételez a kutyától is, amely megóvja az időskori különböző agy leépüléssel járó kórképektől is.